Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a hetente jelentkező Művészváros című magazinműsorunkat látják. Ezen a héten kedvezünk a régi tárgyak kedvelőinek és a természet gyógyerejében bízóknak. Tartsanak velünk, hogyha tehetik! A szentendrei Kovács Ernő január első napjaiban úgy döntött, vloggernek áll. Ezügyben kérdeztük, hogy miket kíván bemutatni, és milyen céllal teszi ezt. Fogadják szeretettel! Vlogot indított a szentendrei műgyűjtő Kovács Ernő. Elmondása szerint megszállottja lett a retro tárgyaknak, melyeknek az igazi, valódi értékét kívánja bemutatni a fiatalabb generáció számára is. Legyen szó egy veterán autóról, vagy akár egy dédszüleink által használt írógépről. Az általa készített felvételeket idejéhez képest igyekszik minél gyakrabban feltölteni saját csatornáján. Az utóbbi időben egyre több helyen találkozhattunk ezzel a különös vlogging vagy vlogolás kifejezéssel. Mit is jelent pontosan a vlog? Míg egy blogbejegyzés alapjáraton írott, addig egy vlog esetén videóról van szó, melyben a vlogger megosztja egy napját követőivel, akár csak egy blogger tenné írott formában. Kovács Ernő, vagy ahogy többen ismerik, Retro Ernő első videóját 2018. január 3-án tette közzé. Sziasztok, én Retro Ernő vagyok, és közeljövőben úgy gondolom, hogy sokat fogunk találkozni, természetesen akkor, hogyha tetszeni fog az, amit csinálok. Eléggé régóta benne vagyok a retro világban, illetve a Retro Design Centerrel közösen csináltunk rendezvényeket, illetve egyedül is csináltam több rendezvényt, ami végül is azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres volt, nagyon sok embert ismertem meg ezáltal, akikkel nagyon jóba lettünk. Úgy gondoltam, hogy ezt az egészet így összefoglalnám, és bejelentkezés formában részenként bemutatnék autókat, veterán autókat, szoc autókat, érdekes autókat, Icarus buszokat. A legfőbb célom az, hogy a retrót, mint olyat összefogjam egybe. Ugye, ami a bejelentkezésemben is elmondtam, nagyon sok embert ismertem meg így a kiállítások kapcsán, és ezeknek a barátaimnak, ismerőseimnek az autóit időről időre részenként be szeretném mutatni. Itt csak autókról lesz majd szó? Nem, tehát hogy autókról, berendezési tárgyakról, használati eszközökről, régi tévékről, minden lesz benne, minden. A közösségi médián elérhető videók számának gyarapodását és a videós funkciók bővülését nézve nem meglepő, hogy a vlogok is felkapottabbá váltak az elmúlt években. A szentendrei vlogger a videók témáját tekintve hiánypótlónak érzi az elkezdett munkát. Azért haladok a korral, de ugyanakkor szeretem a retrót is, tehát én úgy gondoltam, hogy ezt az egészet így összefoglalom egyben, és hát végülis az utókornak, hogy megtartjuk ezeket a dolgokat, autókat, tárgyakat, életérzéseket, és ezért kezdtem el ezt az egészet. Ezt hozzá kell tegyem, hogy én így videózás ügyileg, vágásilag előre is elnézést kérek mindenkitől, tehát nem értek hozzá, próbálkozom, folyamatosan fogom fejleszteni magam, jelen pillanatban azt tudom nyújtani, amit a YouTube csatornámon látnak. Miért fontos neked, hogy életben tartsd ezeket az eszközöket és ezeket a tárgyakat? Ez történelem. Ezt nem szabad hagyni, hál' Istennek nagyon sok olyan ember van, mint én, tehát ugye ezt nem csak én csinálom, meg nem csak én próbálom ezt ugye a utókornak átadni, de én úgy gondolom, hogy aki ezt érzi, akkor ezt csinálni kell azért, hogy ezek fennmaradjanak, megmaradjanak. Hál' Istennek most már olyan időt élünk, hogy tehát értékük van, megbecsülik nagyon sokan és egyre többen, és végülis ezzel az egésszel ez az én célom. Ez a fekete kamera az, amivel a műgyűjtő elkezdte a videózást, aki reméli, hogy egyre többet fejlődik majd az erre kiterjedő tudása és ismerete. Az emberek olyanok, hogy aminek már van érték, azt azért nem dobjuk ki, ami ugye útban van, meg ilyenek, akkor azt kidobjuk. Most már van értéke, tehát így egyre többen teszik félre, illetve adják el, haladunk.
Az első bejelentkezésedben egy buszból jelentkeztél, stílusosan mi is egy buszban ülünk most. Mit lehet tudni arról a buszról, és milyen adásokat várhatunk tőled? Ugye említetted, hogy barátaid, ismerőseid, régi autóit fogjátok bemutatni. Hogyan képzeljük el, és milyen időközönként várhatók ezek a videók? Ez valóban egy Icarus 211-es buszból jelentkeztem, ez egy 79-es gyártású, elég ritka már, mert ugye ezt 76-tól gyártották, és ez az első szériásnak számít. IFA motor van benne, tehát ez volt a gyári motorja. Viszonylag jó állapotban van, nagyon remélem, hogy az Icarus találkozón részt fog venni májusban. Szentendrén több, a témához köthető rendezvény is fűződik Kovács Ernő nevéhez. Én úgy gondolom, hogy nem csak szentendréiek, hanem akárki, aki meglátogatta a rendezvényeinket, mindenkinek tetszett, örültek, jól érezték magukat magában, akik hoztak autót kiállítani, bemutatni, ők is nagyon jól érezték magukat. Ugye mindig próbáltam azt, hogy mindig színesebb programok legyenek, ugye volt rúttánc bemutató a múltkori augusztus 20-án, amilyen érdekesség számba ment. Mindig belerakunk valami érdekeset, lesz most is egyébként ebben az évben is május 1-i autós találkozónk, mert közkívánatra megrendezésre fog kerülni. Azt, hogy még hol és a program mi lesz, az még szervezés alatt van. A retro tárgyak begyűjtésénél vagy a bemutatásoknál túlhalad a fantáziát, hogyha mondhatjuk, hiszen vasút modellezés is érdekel, ugye? Üzöd is ezt, vagy ezt is kutatod? Természetesen üzöm is, kutatom is, és van egy klubunk, a Széchenyi Vasút Modell Klub, amiben benne vagyok, és velük szoktunk szervezni kiállításokat. Az utolsó az decemberben volt a 17. kerületi Vigyázó Sándor művelődési házban, ami nagyon sikeres volt. A fiatalabb generáció is nagy érdeklődéssel fogadja a retro tárgyak bemutatását, és bár a legtöbbek elmondása szerint a hétköznapokban nem használnák ezeket az eszközöket, mégis nagy a kíváncsiság részükről egy-egy bemutató vagy videó feltöltés alkalmával. A Bükki Füves Ember, mindenki Szabó Gyuri bácsia, az idei év első előadás sorozatát tanácsadással egybekötve a Hanvas Béla Pest megyei könyvtárban kezdte. Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember Szentendrén indította idei előadás sorozatát. Tavaly mintegy 50 állomáson vett részt hazánkban. Tervei között szerepel, hogy a határon túl is továbbadhassa tudását, melyeket generációkra visszamenőleg örökölt nagyanyáitól. A Szentendrei Hanvas Béla Pest megyei könyvtár színültig megtelt az érdeklődő hallgatókkal. Természetbarátoknak, a népi gyógymódok iránt érdeklődőknek adott hasznos tanácsokat előadásában a Bükki Füves Ember, aki beszélt szerveink tisztításáról, a megelőzésről és a gyógynövények kúraszerű használatáról. Gyuri bácsi örömmel osztotta meg tapasztalatait a hallgatósággal. Többekben a legfőbb kérdés az volt, hogy az ilyen jellegű előadássorozatok kiknek szólnak? Mindenkinek. Aki eljött, mindenkinek, de nem csak azok, akik eljöttek, hanem akik majd ezt a tévéműsort is fogják nézni, nekik is mindenképpen szól. Tulajdonképpen az egész előadásom, az enyém, az egész magyar népnek szól, meg talán még azon túl is, mert nagyon nagy szükség van az embereknek arra az ősi tudásra, amit én örököltem a nagyanyámtól, ő nagyanyjától, és egyre nagyobb az érdeklődés, és egyre inkább szükséges, hogy az emberek törődjenek az egészségükkel, használják a természetes dolgokat, mert a természetes dolgoknak nincsen mellékhatása. Az előadás szinte minden lehetséges betegségre kitért. Tettel köszöntöm, és boldog új évet kívánok mindnyájuknak. Nem tudom, hol kezdjem. De általában azt szoktam mondani, hogy kezdem az elején, de most nem az elején kezdem, hanem inkább a végén. Elindult a világ, és egyre inkább közeledik ahhoz, hogy átérjenek nagyon nagy mértékben a gyógynövények használatához, olyannyira, hogy az Egészségügyi Világszervezetnek, a WHO-nak van egy olyan programja, amelyik 2023-ig a népi gyógyítási tudást vissza akarja vinni az orvoslásba. Igaz, hogy ez egy javaslat.
De végre most már két kongresszus után elhatározták, és most már sok ország van, ahol ezt már törvénybe is iktatták, hogy kezdjék el az orvostudománynál, az orvosi egyetemeken tanítani a népi gyógyítást. Természetesen előtte ugye a mai kornak megfelelően kutatással végezzék el, mert sok olyan dolog van a népi gyógyításban, amit ma az orvoslás nem tud. Nem tanulták. Azért nem tudják, mert nem tanulták. Például nem tanulták azt, hogy a cisztákat el lehet mulasztani operáció nélkül. Nem tanulták azt, hogy a polipot el lehet mulasztani operáció nélkül. Nem tanulták azt, hogy a szürkehályogot nem kell megoperálni, hogyha kezdődő szürkehályog van, mert el lehet mulasztani gyógynövénnyel. És még számtalan ilyen dolog van, és ezt a pekingi nyilatkozatnak, az 2008. november 8-án történt Pekingbe, a hatodik pontja ki is mondja. Azt mondja, hogy kezdjék el az orvostudomány, a kormányok tegyék lehetővé az alkalmazását, tehát magyarul nekünk kellett egy vizsgát tenni, ennek a kongresszusi határozatnak megfelelően egy tanfolyamot végezni, működési engedélyt kaptunk rá, természetgyógyász fitoterapeuta működési engedélyt, a lányomnak is, meg nekem is megvan, és az orvos kezdjék el kutatni a népi gyógyításban lévő tudást, és utána az orvostan hallgatókat tanítani. Elkezdték, nálunk már most elkezdték Pécsen, de sajnos nem a magyart, hanem a kínait. Az is népi gyógyítás. A kínai népi gyógyítás Hegyi Gabriele, a professzornő, aki orvosprofesszor magyar és orvosprofesszor kínai orvosprofesszor is, ő tanítja. Na tehát röviden ennyit, és miért kezdődött el ez a nagy érdeklődés és a nagy kereslet tulajdonképpen, ami most már olyan mértékű, hogy 2016-ban az Európai Unióban a kiskereskedelmi forgalom 2,5% volt az éves növekedése, a gyógynövényes forgalom pedig 7%. Tehát 4,5%-kal gyakorlatilag többet forgalmazott a kiskereskedelem, a gyógynövénykereskedelem, mint a kiskereskedelem. Azért, mert az emberek unják a sok vegyi hatást. És itt érdekessége az, hogy nem is a gyógyszeripar a bűnös ebben, hanem az egyéb. Elsősorban a mezőgazdaság. A mezőgazdaság ma már nem használja az istállított rágyát. A mezőgazdaság most már nem kapál, hanem gyomírt. A mezőgazdaság csávázza azt a búzát, mielőtt előteti, aztán amikor kikeltek egyes növények, akkor gyomírtózza, aztán amikor learatja, utána pedig gyorsítja először is az érlelést, vannak olyan növények, például a napaforgó, gyorsítja, hogy hamarabb megérjen, és utána pedig tartósítják. Mind vegyi. Mindegyik vegyi hatás. Elsősorban a tisztítás, az egészségünk megőrzése, erről fogok először beszélni, aztán utána pedig a fontosabb, nagyobb betegségekről. Tehát a szív- és érrendszeri betegségről, az emésztési problémákról, a mozgási problémákról, az immunrendszerünkről, pajzsmirigyről, női problémákról és férfi problémákról, tehát a férfiaknak a prosztatájáról, a nőknek a menszeszéről, és ezen kívül pedig a emésztési problémáinkról. Ennyi év távlatából nézve rengeteg sikerélménnyel és pozitív visszajelzéssel gazdagodott Gyuri bácsi, akinek időről időre érkeznek a visszajelzések különféle gyógyulásokkal kapcsolatban. Hál' Istennek elég sokan vannak, akik visszajönnek és mondják, és még nagyon furcsa és érdekes dolgok is vannak. Most a hétvégén volt tanácsadásom, szombaton vasárnap van tanácsadásom, és Németországból 1400 kilométerről jött egy hölgy, magyar származású hölgy, akinek német a férje, megköszönni, hogy a pajzsmirigye meggyógyult, és elmondani, hogy a német orvosok csodálkodnak rajta. Meg amikor visszajönnek, és néha olyan, tényleg olyan, hogy csak egyszerűen megsimogatnak.
az embernek annyira jól esik. Hál' Istennek öröm az ilyen. A Városi Könyvtárban az előadást követően tanácsadáson is részt vehettek az érdeklődők, aminek szintén nagy sikere volt. Rengetegen kérdezték a szakembereket, és érdeklődtek a természetes gyógymódok után. Gyuri bácsi azt is elárulta, mire kíváncsiak leginkább az emberek. Hát ez változó. Általában a kérdéseknek a nagy része a betegségek körül fonódik. De vannak olyanok, ami nekem kedvencem, például a babaváró csomagom. Ugye akiknek nem lehet babája, legalábbis azt hiszik, hogy nem lehet babája, azon még tud segíteni a természet, és jönnek, hogy Gyuri bácsi, szeretnénk babát, és hogy mit lehetne csinálni, mert mondjuk már a lombik bébin túl vagyunk, és nem sikerült, és akkor még utána van olyan lehetőség, hogy a természetes dolgokhoz hozzányúlni, és sikerül a baba. Aztán az a rengeteg kozmetikum, amit az emberiség használ, a dezodortól kezdve, a különböző szappanoktól kezdve, ilyen-olyan krémektől kezdve, és amiről nagyon kevés szó esik, a levegőbe, ami van. Nem csak az autó az is, nem csak a gyárak az is, a repülők is. Egyre inkább a sok kerozin származik. A kerozin égési termék. Áder János, a köztársaság elnök úr már szóvá is tette. Elegük van az embereknek ebből a vegyi hatásból. Nem tudni, mi lesz a vége. És nem tudni annak se, mi lesz a vége, hogy az emberiség ma már nem úgy él, ahogy kellene. Nincs ideje semmire, csak a számítógépre, a laptopra, a televízióra, már nem használja jóformán a lábát, mert autó van, meg bicikli van, még a bicikli hagyján, de olyan járművek vannak, én nekem van egy rémálmom, hogy 500 év múlva el fog korcsosulni az embereknek a lába. És ami még egy nagyon-nagyon fájó nekem, hogy a nők, a fiatal párok nem akarnak gyereket csak akkor, amikor már a karrier a plafonon van. Akkorra viszont a szervezete egy kicsikét megöregedett. És akkor már nagyon nehéz. És akkor is hozzá lehet nyúlni még a természethez, mert a természet régen is csinált ilyet, segített az embereknek abban, hogy legyen babájuk, és most is meg tudja csinálni. De mit kell tenniük önöknek elsősorban? Azt mondja, a pekingi nyilatkozatnak az első pontja, és én ennek nagyon örülök, ennek a szónak, minden ember köteles, ennek a köteles szónak nagyon örülök, törődni a saját egészségével, senki nem tudja, nem tud annyi hasznot hajtani a szervezetének, egészségének, mint mindenki saját magának. A bükkifűves ember, Szabó Gyuri bácsi már most tudja, mit szeretne megvalósítani az idei 2018-as évben. Most egyre többet fogok járni szomszédos országokba, tehát Erdélybe, Szlovákiába, és talán még majd Ukrajnába is, tehát a Kárpátaljára. Tulajdonképpen ugyanazt szeretném csinálni, amit eddig csináltam, annyi változással, hogy nem fogok már ilyen sokat utazni. Tavaly 50 előadásom volt, és azért ez egy 90 éves embernek már sok lenne. Az előadás előtt és után lehetőség volt a vásárlásra, valamint aki szeretett volna, személyes tanácsadáson is részt vehetett. Egy Magyarországról származó, Németországban élt, kertészmérnök nő jött haza Magyarországra, 70 éves korában, nyugdíjban volt, és eljutott hozzám is, cukorteáért. Elmondtam neki a cukorteát, és akkor ő is magától kezdi, Gyuri bácsi, nekem 40 éves koromban mellrákom volt. Időben mentem orvoshoz, kicsi volt a csomó. Az orvos kivette, és megtanított engem arra, hogy adjak magamnak minden hónapban egy injekciót,
a fehér fagyönyből készült Iskador nevű injekcióból. És 30 évvel később nem volt semmilyen rákja. Elnézést kérek, de keveset iszok, és sokat beszélek. Tehát van lehetőség rá, csak használni kell elsősorban megelőzésre ezeket a dolgokat, de ezen kívül még számtalan olyan van. Be van bizonyítva, hogy a fekete ribizli, a fekete áfonya, a fekete szeder, a cékla, a paradicsomlé, ezek mind-mind olyan növények, amiben sok az antioxidáns, és az antioxidáns pedig rákölő sejt. Nem is engedi, hogy kialakuljon az a rák, ha megelőzésre fogjuk ezeket használni, akármilyen formájában. Lehet nyersen, lehet teaként, lehet tinktúraként, lehet pakolásként, mindegy, akármilyen formában, vagy egyszerűen megesszük őket. Saját példámat mondom el. 2002. februárjában mentem soros orvosi vizsgálatra, az én házi orvosom onkológus is. Előtte egy évig nem voltam, valamilyen oknál fogva nem tudom én nem voltam, nőtt a halántékomon egy ilyen fekete folt. Amikor meglátta, azt mondta, hogy Gyuri bácsi, az ott nekem nem tetszik. Tessék elmenni hónap bőrgyógyászatra. Jó, mondom, elmegyek. Másnap elmentem bőrgyógyászatra. A bőrgyógyász doktornő megnézte nagyítóval, azt mondja, jó, itt baj van, írom a beutalót, tessék hónap menni onkológiára, szövettant kell venni belőle, és azt nagyon gyorsan le kell venni. Mondom, ne tessék írni, nem megyek. Rám néz, azt mondja, akkor meg fog halni 6 hónap múlva. Mondom, miért halnék én meg 6 hónap múlva? Semmi bajom nincs. Azt mondja, most még nincs. Ez nagy valószínűséggel a melanoma nevű bőrrák, amelyikből 2-3 lesz nem sokára a hátán, a fején lesz egy csomó belőle ebből a fekete foltokból, és 6 hónap múlva bemegy az agyába és megöli. Hát nem mentem valami örömmel haza, de aztán eszembe jutott, hogy nagyanyám nagyon ritkán volt, de nagyanyám használta a diólevelet. Azóta tudom, hogy van benne egy junglon származék, amiből rákellenes gyógyszert is csinálnak. Használta a közönséges galajt, használta a fehér fagyöngyöt ráknak a gyógyítására és megelőzésére. Csináltam egy ilyen keveréket magamnak, készen voltak külön-külön, megfelelő arányban összekevertem őket. Minden nap megittam 3-szor húscseppet, reggel, délbe, este, és 3-szor bekentem ezt itt. Egy évig annyi történt, hogy nem nőtt tovább. Egy éven keresztül minden nap 3-szor reggel, délbe, este. Aztán elkezdett egy idő múlva barnulni, a melanoma korom fekete, aztán egy idő után bevarasodott, szabályszerűen, és leesett a var 2,5 év múlva, innen. Semmilyen kezelést nem kaptam, de nagyon sokáig tartott. És amit az emberek, a rákos betegek elkövetnek, azt én nem próbáltam, nem akarom elkövetni mai napig se. Amikor elmúlik a rákoset, és nincs kimutatott daganat, rossz jöntött daganat a szervezetébe, mert a tokot nem lehet kimutatni, akkor abba hagyják a védekezést. Hát én nem hagytam abba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt az eheti Művészváros. Amennyiben tehetik, tartsanak velünk jövő héten is, ahol a középpontban ismét a művészet lesz majd. Viszontlátásra!